Izgatottan várják a sétát a kutyusok a győri állatmenhelyen. Egész évben nagyon sok önkéntes segíti a menhely munkáját, az Állatok Karácsonya nevű kezdeményezésen pedig bárkit szívesen láttak a szervezők. Minden évben egy alkalommal, így karácsony előtt megemlékezünk arról, hogy nagyon sok olyan állat él Magyarországon, akiknek nincs otthonuk, illetve nagyon rossz körülmények között tartják őket, illetve egy kicsit összejönnek azok az állatbarátok, akik próbálnak róluk gondoskodni, és ez egy nagyon nagy öröm, hogy amikor amúgy is nagyon sok a tennivaló ünnepe kellett, hogy ilyen sokan a hétvégéket feláldozzák, és kijönnek, meglátogatnak, ajándékokat hoznak az itt lakóknak. Évente körülbelül 6-800 kutyus talál szerető gazdára, de még így is rengeteg állatnak ad otthont a menhely. Jelenleg 200 kutya és 80 cica él itt, ezért minden egyes felajánlás nagy segítséget jelent nekik. Az adományok száma pedig egyre csak nőtt, ki konzervekkel és tápokkal, meleg fekhellyel vagy éppen gondoskodással okozott örömet a menhelyen élő állatoknak. Nekünk is van kutyánk, egy német juhász, és tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a kutyusoknak jó meleg helyük legyen télen, meg legyen ennivalójuk. És sajnáljuk, ugye? Sajnáljuk a szegény kutyákat, akiknek nincsen gazdájuk. Nagyon állatbarát vagyok, nagyon szeretem a kutyákat, macskákat, és tényleg szerintem szükségük van arra, hogy járjanak el többen így önkénteskedni. Az állatkarácsony azonban nem csak az adományozásról szólt. A telep tulajdonosa elmondta, nagyon nagy segítséget jelent az is, ha az emberek eljönnek és foglalkoznak az állatotthon lakóival. Az volt a szlogenünk, hogy mindenkit szeretettel várunk, akkor is, hogyha nem tud, vagy éppen nem akar most adományt vagy ajándékot hozni. Ettől függetlenül is mindenkit várunk szeretettel, hogy látogasson ki, hiszen a legnagyobb segítség az, hogyha kiviszik őket sétálni, vagy a cicákkal egy kicsit foglalkoznak, simogatják őket, hiszen ugye nyilván nekik nincsen otthonuk, nincsen gazdájuk, márpedig ez minden állatnak kellene. A bármennyire is próbálunk jó körülményeket biztosítani, de azért ez nem olyan, mint hogyha a saját gazdináknak egy szerető otthonba. Boros Tímea is régóta önkénteskedik. Neki otthon nincs kutyája, ezért szívesen tölti az idejét a menhelyi kutyusokkal. Hát szerintem ez nagyon jó dolog, hogy sétáltatjuk, mert segítünk egyrészt a kutyáknak is, mert szerintem jó dolog. Az Állatok Karácsonya elnevezésű kezdeményezést a menhely sok helyen meghirdette, így nem csoda, hogy folyamatosan érkeztek az állatbarátok. Akadt azonban olyan is, aki egészen véletlenül lett figyelmes az eseményre. Úgy volt, hogy jöttünk kidobálni a szemetet, és láttuk, hogy sétáltatnak egy csomó kutyát, és aztán ide jöttünk. A menhelyen élő állatok számára rengeteget jelent a gondoskodás. Sokkal több odafigyelést és szeretetet igényelnek, mint a saját otthonnal rendelkező társaik. Így továbbra is bárkit szívesen fogadnak önkéntesnek az állatotthon dolgozói.